A felsőoktatási intézményekben az oktatói illetmények januártól 15%-kal, 2017-től és 18-tól 5-5%-kal emelkednek. Kedden szavazott erről az országgyűlés. Tisztázták a duális képzéshez kapcsolódó, valamint a közösségi felsőoktatási központok működésével kapcsolatos kérdéseket is. A fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia tisztább profilú egyetemeket, használható tudást nyújtó képzéseket tartalmaz, az intézmények gazdaságos működését írja elő. Dr. Vinai Győző a vendégem, köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán a bérfejlesztéssel, hiszen ez most a legaktuálisabb kérdés. Milyen régi adósságot törleszt most a kormány? Hát, évtizedes adósságot mondhatjuk, és nagyon aktuális volt, de ahogy Balogh Zoltán miniszter úr mondta a kormány döntés után, mert a kormány tárgyalt ezt november elején, és most került a körülbelül egy hónappal később a parlament elé, hogy a magyar gazdaság teljesítő képessége lehetővé tette, hogy a felsőoktatásban 2016-tól megvan a költségvetési fedezete egy jelentős béremelésnek, ahogy hallottuk, mintegy 15%-os béremelésnek, és ezt követi még két lépcső, 17-ben és 18-ban, és a úgynevezett kumulált emelkedéssel ez átlagban egy olyan 27%-os emelkedést jelent. Azért is volt ez fontos, mert a közoktatásban már 13-ban megtörtént a pedagógusok béremelése, és minden tanévben, tehát 14-15 szeptember 1-én és jövőre is lesz egy emelés, tehát akkor így döntöttünk, hogy a teljes emelés 60%-át kapták meg, és fokozatosan emelkedik. Tehát az a helyzet állt elő, hogy az egyetemen és főiskolán oktatók bére az veszített az értékéből, és a pedagógusok, akik a közoktatásban dolgoznak, és teljesen megérdemelten kapják ezt a béremelést, utolérték kvázi az egyetemi főiskolai szférában oktatókat. Egyébként ez a Magyar Rektori Konferencia véleményformát, mert a kormány szerette volna a tanársegédek és az adjunktusok bérét jobban emelni, de végül is úgy döntött a kormány, illetve most már a parlament elfogadta, hogy egységes lesz ez a béremelés, tehát mintegy 15%-os januártól. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a tanársegédek, akiknek az átlagbére, bruttó mondom, 175 ezer forint körül van, mintegy 25-26 ezerrel többet vihetnek majd haza. Az adjunktusok szintén egy olyan 30-32 ezer forinttal többet vihetnek haza, és egy egyetemi tanár is körülbelül 60-65 ezer forinttal többet vihet haza majd január 1-től. A bérfejlesztés mindig örömteli, mégis mindig feszültségterhes. Maradtak-e ebben a rendszerben még megoldandó feszültségpontok? Hát a feszültségpont az, amit már mondtam, hogy vannak olyan egyetemi oktatók, akik azt sérelmezik, nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyobb emelés kellene. Ez már jó vita, hogyha azt mondják, hogy nem ne 27%-os, hanem 35 vagy 40%-os legyen az emelés, de mi azt az elvet követjük, hogy a fedezetnek meg kell lenni. Ez a fedezet most 15 milliárd forint, ami ott van a költségvetésben, és remélem, hogy 17-18-ban is meg tudjuk teremteni a forrásokat ehhez, tehát nem szabad felelőtlenül emelni. Ugye emlékszünk még 2002-ben arra bizonyos 50%-os pedagógus béremelésre, még a Medgyessy kormány idején, hogyha valaki nem emlékezne erre, és inflálódott az. Most kvázi nincs infláció, zéró infláció van, vagy csak egy nagyon pici infláció van, tehát a vásárló ereje ezeknek a béreknek megmarad. Természetesen azt is látni kell, hogy a felsőoktatás az egy színes világ. Van, amikor kutatásba is bekapcsolódhatnak oktatók, fiatalabb oktatók, vagy éppen egyetemi tanárok, főiskolai tanárok vezetik ezt a kutatást, és az egy plusz jövedelmet lehet. Vagy valaki másik főiskolán, egyetemen is tanít, meghívják vendégprofesszornak, vagy vendégoktatónak, és onnan is van valamennyi jövedelme. Tehát azt mondom, hogy ez egy színes világ, de az nem kérdés, hogy a béreket rendezni kellett a felsőoktatásban. Lehet, hogy van, aki ezt kevesli, jelenleg ennyire futotta. Ha már itt a kutatás szóba került, a fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia fontos hangsúlyt helyez a magára a kutatásra, ugyanakkor az oktatás pedig egy kicsit kiszélesedik más helyszínekre a duális képzés kapcsán. Hát pontosan két nagyon fontos dolgot kell itt látni az oktatás és a kutatás területén. Az egyik az, hogy a
az egyetemek, a kutatás, tehát az akadémia hálózat mellett a kutatás főbázisát jelentik. Márpedig a K plusz F, a kutatásfejlesztés, az az oktatásra is hatással van, ha gyakorlatorientáltabb ez az oktatás, ahogy ön is mondta, a duális képzés. Például a Nyíregyházi Főiskolát hozhatom példaként, hogy már 8 céggel van kapcsolatuk, szerződésük, hogy gyakorlati helyet adnak majd ezek a vállalkozások, ezek a cégek, ami azt jelenti, hogy a kutatásfejlesztés, abból az egyetemek egy nagyobb részarányt vállalnak, a duális képzésben pedig a gyakorlatorientált képzés azt jelenti, hogy használható tudást, gyakorlati képzést adnak a hallgatónak, így a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata még jobban összekapcsolódik, és a munkaerőpiac igényeket is jobban kielégíti. Régen, bírálták azért a felsőoktatást, hogy olyan szakokon végeznek hallgatók, hogy nem tudnak elhelyezkedni. Én se támogatom azt, hogy diplomások üljenek pénztárosként a multiknál, vagy bárhol. Tehát magyarul, hogy olyan munkát végezzenek, amihez nem kell diploma. Ezért a szakképzést is átalakítjuk. Tehát, hogy a diplomát megszerzik, akkor örvendetes lenne az, hogy azon a területen helyezkedjenek el. Hogyan módosulnak a szakok például a Nyíregyházi Főiskolán ennek a stratégiának mentén? Egyébként a felsőoktatási fejlesztési stratégia, amely 2030-ig meghatározza a főirányokat, az azt mondja, hogy a főirány, hogy inkább az informatika, mérnökképzés, műszaki, természettudományos képzés kerüljön előtérbe, és a tanárképzést is átalakítja. Ez az egyik. Nyíregyházának óriási hagyományai vannak. Szerintem az osztatlan tanárképzés visszaállítása Nyíregyházi Főiskola számára előnyös mindenképpen. Van a 4 plusz 1, illetve 5 plusz 1, tehát 4 év elméleti képzés, 1 év gyakorlati képzés. Most, hogy a főiskola alkalmazott tudományok egyeteme lesz, január 1-től és december 20-án, tehát néhány hét múlva már úgy jelenik meg a felsőoktatási felvételi tájékoztatóba, hogy a Nyíregyházi Egyetem, aminek nagyon örülünk, hogy önálló maradt a főiskola, egyetemmé vált, a duális képzésbe bekapcsolódik, mondjuk ez nem annyira a tanárképzés területén, hanem inkább a mezőgazdasági mérnök, repülőmérnök, közlekedésmérnök, tehát amiben szintén vannak hagyományok, mert annak idején a tanárképző főiskola és a mezőgazdasági főiskola összeolvadásából jött létre az új Nyíregyházi Főiskola, sőt, hát új karok is jöttek létre, a gazdaságtudományi kar például, tehát ez mindenképpen nagyon fontos ennek a városnak, ennek a megyének, ennek a régiónak, sőt, három határ közelségében, hogy van egy olyan egyetem, amelynek komoly hagyományai vannak a tanárképzés területén, vagy a mezőgazdasági mérnökképzés területén. Dr. Rinei Győző, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.